100 nap, 6 megye. 100 nap telt el azóta, hogy az önkormányzati választások győztesei hivatalba léptek. 6 olyan megyébe látogatunk el, ahol magyar politikusok vezető tisztséget töltenek be. Elsőként Kolozsváron vagyunk, ahol ki mást látogathatnánk meg, hanem Horváth Annát, aki már második mandátumát kezdte a Kincsesváros alpolgármesteri székében. Jó napot kívánok! Kádár Dombikata vagyok, örülök, hogy találkozunk személyesen is. Én is örülök, foglaljon helyet. Köszönöm. Nagyon sokat láttam Önt, itt-ott hallottam, de a személyes találkozó mindeddig elmaradt. No, hát most már akkor itt vagyunk. Megkínálhatom egy kávéval? Igen, köszönöm. Akkor már is szólok a kollégáknak, köszönöm. Hogy hozzanak egy kávét. Kávét és vizet. Mi járatban? Mi nálunk? Hát arra gondoltunk, hogy egy picit érdeklődünk Öntől, hogy hogyan telnek itt a mindennapok a hivatalban, különös tekintettel az első 100 napra. Ugye körülbelül annyi telt el a választások óta, illetve a hivatalba lépése óta, hogy melyek voltak a legfontosabb megvalósítások, amik itt történtek. Igen, hát ez az első 100 nap, ez nekem ugye az első 4 év után következő első 100 nap. Hát például változott az iroda. Igen, igen, és, igen. És ez lehet, hogy olyan értelemben fontos is, hogy hát 4 év az hosszú idő. Mindenki számára hosszú idő. És köszönöm. Tulajdonképpen, köszönjük szépen, Anna Mária. Tulajdonképpen az az alpolgármesteri iroda, amelyben én az elmúlt 4 évet eltöltöttem, az hosszabb múltra tekint vissza, hiszen én mandátumomat megelőző 8 évben is a Magyar Alpolgármesterek irodája volt, irodája volt mindig. Nos, íme eljött az ideje egy változásnak ezen a területen is. Feltűnt az a dolog, hogy én ilyen kis Kolozsváros csészében kaptam a kávét, az öné viszont az más. Ez egy különleges bögre, amihez ragaszkodik Ön? Igen, ez a bögre az RMDS nőszervezetéhez kötődik, illetve hát annak elnök asszonyától az alakuló ülésen kaptunk mi mindannyian, akik alapító tagokként és hát a nőszervezet első vezetőségének a tagjaiként elkezdtük ezt a nőszervezeti munkát, és akkor útravalóként, hamuba sült pogácsaként kaptuk tőle ezt a kis ajándékot. Azt szeretném, hogy picit arról beszélnénk, hogy konkrétan melyek ezek a dolgok, vagy fő irányvonalak, megvalósítások, amik történnek, történtek már. Ezek a kérdések ugye három fő területet érintenek. Az egyik a gondoskodó önkormányzatra vonatkoznak, hiszen Kolozsvár egy olyan város, ahol nagyon nagy számban élnek olyan idős emberek, akiktől vagy a családjuk távol van, vagy nincs családjuk, mindenképpen segítségre, idős gondozásra szorulnak, és itt nem kizárólag az intézményes kereteken belül, tehát öreg otthonokon, vagy nappali idős központokon belül megszervezett, vagy sorra kerülő foglalkoztatásokra gondolok, szolgáltatásokra, hanem az otthoni idős gondozásra. Ezt tűztük ki célul, és hát az első 100 napban már sikerült elfogadni egészen pontosan augusztus 4-én azt a tanácshatározatot, amely elindítja ezt a folyamatot. A másik nagy terület az oktatásra vonatkozik. Az oktatáson belül ugye Kolozsvár egy sikertörténettel büszkélkedhet, gyakorlatilag a szakoktatás területén sikerült 3 évvel ezelőtt magyar állami támogatással az infrastruktúrális keretet megteremteni a magyar szakoktatás beindításának. És hát idén ősszel már azokat a szakokat tudtuk bővíteni, az osztály létszámok, illetve a jóváhagyott osztály létszám keretein belül, amelyek mi abban reménykedünk, hogy minél nagyobb számban vonzanak
ide, illetve hát hoznak vissza akár a román, román nyelvű szakoktatásból magyar diákokat. Ez nagyon jó, mi lenne, hogyha megnéznénk ezt az iskolát? Én nagyon, nagyon jó szívvel megyek minden egyes alkalommal erre a helyszínre, új bölcsődei helyszínünkre is, hiszen a bölcsődei gondozás az egy másik olyan terület, amelyben azt ígértük, hogy növelni fogjuk a bölcsődei helyek számát Kolozsváron, és ezen belül növelni fogjuk a magyar bölcsődei helyek számát. Június így van, tehát ma már elmondhatjuk, hogy idén szeptembertől az 5. gyakorlatilag magyar bölcsődei csoportot sikerült megnyitanunk. No, az lenne a kérésem, hogy akkor menjünk az én autómmal, ha lehet, hiszen úgy az a helyzet, hogy én szeretek vezetni. A második mandátum kezdődött meg, mégis mi volt az, ami miatt úgy éreztem, hogy ezt folytatni kell? Azt gondoltam, hogy kell még egy 4 éves időszak, amiben sikerül rögzíteni azokat a legfontosabb terveinket, azokat a legfontosabb elképzeléseinket, amelyeket elindítottunk, amelyeket ebben a 4 évben, az elmúlt 4 évben szükségesnek, vagy legszükségesebbnek éreztük megalapozni. Hamarosan parlamenti választások lesznek. Hogy érzi, miben tud majd segíteni esetleg az, hogy erős magyar képviseletünk lesz Bukarestben, vagyis az önkormányzati munkáját mennyire tudja majd segíteni, vagy segíthetné ez? Én az érdekképviseleti munkát egy 3 lábú székhez szoktam hasonlítani, amelyben a helyi, a megyei, illetve hát a parlamenti képviselet nem tud meglenni egyik sem egymás nélkül, vagy nem tud hatékonyan működni egyik sem a másik nélkül. Mert hát nagyon sok olyan kezdeményezés sikerességéhez, amelyek a mi programunkban szerepeltek, szükség van megfelelő törvénymódosításokra. Tudna erre konkrét példát mondani? Itt Kolozsváron sikerült gyakorlatilag a nulláról elindulva több mint 100 magyar bölcsődei helyet létrehozni az elmúlt 4 évben. Ennek a legújabb színterére, amely idén szeptemberben indult, bemegyünk mi most. Minden egyes városban törvénybe lehetne és kellene iktatni azt, hogy a magyar lakosság arányának megfelelően kötelező legyen az önkormányzatok számára létrehozni ezeket a bölcsődei helyeket, és ne csak a pillanatnyi politikai egyességeknek megfelelően, és az szavatolja gyakorlatilag a jogi keretet arra, amit mi Kolozsváron megtudtunk egyfajta helyi egyesség szintjén valósítani. Megyek elő. Az első pillantásom arra esett, amikor bejöttem, hogy az itt lévő könyvek azok ugye többnyire látom román nyelvűek, és hogy ezeknek a magyar megfelelőjét is meg kellene valahogy ide kellene hozni. Itt vagyunk egy gyönyörű, szép bölcsődébe. Miért fontos ez? Talán azért tartottam fontosnak, hogy láthassuk is, és hát megmutassuk ezt a legújabb bölcsődei helyszínét Kolozsvárnak, mert 2012 óta ez a 3. olyan helyszín, ahol új bölcsődei épületet tudtunk megnyitani. Nagyon jó körülmények között, gyermekbarát körülmények között, nagy-nagy odafigyeléssel, gondoskodással alakítottuk ki az itt dolgozó kollégákkal együtt ezeket a helyszíneket, hogy a kisgyerekek
nagyon jól érezzék magukat, és hát hogy segítsük az első lépéseket a családtól való, szülőktől való elszakadásban a nagyon pici, zsengekorú gyerekeknek. És hát azt hiszem, hogy ez a nagyon barátságos helyszín ezt tükrözi. Tulajdonképpen 2012 óta sikerült több mint 400 helyen növelnünk Kolozsváron a bölcsödei helyek számát, és hát ebből a 400 helyből több mint 100 magyar bölcsödei helyet tudtunk különböző, négy különböző helyszínen bölcsödei csoportok formájába beindítani. Nagyon nagy szükség volt erre, hiszen, mint említettem, errefele jövet is. A nulláról indultunk Kolozsváron, 2012-ben nem voltak magyar bölcsödei csoportok. Ha már oktatás, ugye a bölcsőde is ahhoz tartozik, a felső tagozatosok számára is vannak újdonságok, nézzük meg ezeket. Száz napokos szakiskola udvarán vagyunk. Mi az, amit az elmúlt 100 napban, illetve az előző években sikerült itt megvalósítani? Az előző évek megvalósításához kötődik ennek az iskolának a szakoktatása, illetve hát a református kollégium keretén belül a szakoktatás, a magyar szakoktatás újraindítása Kolozsváron. Míg először ugye az épület avatójakor és az induláskor mindössze 3 szakkal indult ezek az osztályok, úgy idén már szeptemberben 6 szakra iratkozhattak be azok a magyar gyerekek, akik nem elméleti liceumban kívánták folytatni a tanulmányaikat, hanem egy szakmát akartak tanulni. Én legnagyobb sikerét talán ennek a projektnek abban látom, azon túlmenően, ahogy maga ez az épület magyar állami támogatással megújulhatott, ahogy a bent felszerelt, legkorszerűbb követelmények szerint felszerelt tanműhelyek is mutatják, hogy tehát a legnagyobb siker abban áll, hogy évente több mint 60 magyar diákot sikerült visszahoznunk a román szakoktatásból, és megnyernünk tulajdonképpen a magyar oktatás számára. Újraindítottak buszjáratokat a diákok számára. Ez miben áll tulajdonképpen? Beindítottuk idén ősztől a kizárólag tanulók, diákok számára fenntartott buszjáratokat is a város területén, amelyek a reggeli órákban, illetve hát a délutáni hazatéréskor a délutáni órákban közlekednek. Nagyon szépen köszönjük, hogy megosztotta velünk mindezt, és azt kívánjuk, hogy a következő sok száz napban is hasonló sikereket érjen el. Köszönjük szépen. Köszönöm a lehetőséget.